tisztelt országgyűlés, vége a szabadságharcnak, letérdelt a kormány Brüsszelnek. Sorra jönnek Brüsszelből azok a törvénymódosítások, azok a diktátumok, amelyeket itt a nemzeti önrendelkezésre is fittyet hányva keresztül nyomnak a Magyar Országgyűlésen. Rendkívül megalázó ez, de mindegyik törvénymódosítást alulmúlóan a legnagyobb becsicskulása a jelenlegi magyar kormánynak az, hogy miután a képmutató, korrupciót fedező vagyonnyilatkozati rendszert júliusban egy még kevésbé átláthatóra cserélték az uniós nyilatkozati rendszerre. Az uniós kritikák nyomán ilyen értelemben ez akár egy pikáns trollkodásnak is volna nevezhető, de hát azért a jogalkotást talán nagyobb szakmaisággal kellene folytatni. És mindezek fényében pedig különösen pikáns az, hogy néhány hónap elteltével uniós nyomásra képesek az uniós európai parlamenti példát elvetve ismét visszanyúlni a korábbi szabályozáshoz. Amire most úgy hivatkoznak, mint a régi jól bevált rendszer, na de hát akkor júliusban azt miért dobták ki a kukába? Nem is akárhogy, hiszen megszüntették a jelenleg hatályos júliusi szabályozással a hozzátartozók vagyonnyilatkozattételi kötelezettségét. Képviselőknél pontos összeget nem kell feltüntetni, csak jövedelemsávot. Nem kell nyilatkozni ugyebár a hozzátartozók jövedelméről, hitelekről, tartozásokról, ingatlanokról, nagyértékű ingóságokról, megtakarításokról. Tehát tulajdonképpen az a szégyen, hogy ezt jelenleg vagyonnyilatkozatnak lehet nevezni, ahol egyetlen egy szóval sem kell a vagyonról beszélni, legfeljebb a jövedelemről, de annak is csak egy sávjáról. De hogy milyen több százmilliós, vagy akár milliárdos, sok milliárdos vagyonnal rendelkezik akár egy kormánypárti, vagy balliberális ellenzéki oligarha, erről bizony egy szót sem kell ejteni, és ezt nem szégyellik vagyonnyilatkozati rendszernek nevezni a jelenleg hatályos, önök által néhány hónapja megszavazott rendszerben. Természetesen mind az új, jelenleg hatályos, mind a régi és jövőben várhatóan ismét hatályosuló szabályozás számos hibát tartalmaz. Példaként említeném, hogy nem kereshető. Tehát ez egy finoman szóval nem 21. századi elrendezés, hogy hát egyrészt tollal írt, sokszor olvashatatlan vagyonnyilatkozatokat láthatunk, mert megengedi ezt a jelenleg hatályos rendszer. Másrészt a országgyűlés elektronikus kitöltő rendszere ugye úgy néz ki, hogy miután elektronikusan kitöltöttük, utána kinyomtatjuk, tollal aláírjuk, majd beszkennelik, de még csak nem is karakter felismerten, mint ahogy azt tették meg már 10 évvel ezelőtt is a parlament honlapján lévő indítványoknál, hanem direkt még csak nem is karakter felismerten, hogy véletlenül se találjanak rá, nehezebben keressenek benne akár a keresőmotorokkal, vagy bármilyen informatikai eszközzel, szoftverrel próbálja is bárki ezt feldolgozni. És természetesen a legfontosabb, hogyha vissza is állítják a hozzátartozók vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét, az elfogadhatatlan, hogyha azt lényegében titkosítják, és azt az országgyűlés széfjeiben őrzik, mert ez volt az eddigi korábbi rendszer, és ezt javasolják most ismét önök, ami elfogadhatatlan. A Mi Hazánk mozgalom azt szorgalmazza, hogy a képviselővel egy háztartásban élő, egy vagyonközösségben élő személy esetében legyen nyilvános a politikus hozzátartozójának is a vagyonnyilatkozata, ne pedig titkosítva a parlament széfjében őrizzék. Láttunk arra példákat, hogy kiskorú hozzátartozó nevére irattak ingatlanokat, és sorolhatnánk a trükközésekkel, éppen ezért ennek véget vetve módosító javaslatot is nyújtunk be ismét, bár önök ezt leszavazták ugye júliusban is, de most ismét próbálkozunk ezzel. És hát van egy még pikánsabb javaslatunk, ami mellől nem tágítunk, ez pedig az, hogy az országgyűlési képviselők és családtagjaik esetleges egyéb kettős vagy akár többes állampolgárságáról is nyilatkozni kelljen. Hogy tisztán látható legyen, hogy ki milyen kötöttségekkel rendelkezik, valamint, hogy mondjuk kiépített ki magának egyfajta menekülő útvonalat, mondjuk egy afrikai banánköztársaságba. Ugye emlékszünk még a volt államtitkár, MSZP elnök helyettes Simon Gábor ügyére, aki nem csak több száz millió forinttal bukott le, amit a mai napig sem tudunk, hogy az az MSZP kenőpénze volt, vagy a személyes korrupciós bevétele. A mai napig sem tudjuk, mint ahogy
arra sem derült fény, hogy hogyan került ez az útlevél hozzá egy bizonyos afrikai banán köztársaságból, ugye, és mi célt szolgál. Hogyha tudnánk azt, hogy valaki egy ilyen állampolgársággal rendelkezik, az minimum elgondolkodtató volna is, hogy miért is épít ki magának egy ilyen, hát mondjuk úgy, hogy menekülő útvonalat. Vagy esetleg offshore vállalkozás nyilvánvalóan. Tehát ezt a javaslatunkat szeretnénk ismét módosító javaslatként az önök figyelmébe ajánlani, és hát, ha már diplomata útlevelekről és MSZP-ről beszélünk, látom nem tetszik itt az MSZP-s kollégáknak, de hát beszéljünk, hiszen volt itt, vagy már csak DK-s kollégák vállalnak szolidaritást egykori pártjukkal. Nos, minden esetre emlékezhetünk még Legény Zsolt elhíresült esetére is, aki szintén diplomata útlevéllel országgyűlési képviselő már nem is volt, de valahogy a fideszes kormányzat még azért kiszolgálta őt egy érvényes diplomata útlevéllel, ezeket az összefonódásokat is érdemes volna egyébként kivizsgálni. Minden esetre, bár nem járt volna neki diplomata útlevél, az MSZP-s volt országgyűlési képviselő évekkel korábban, ugye, vagy évekkel később ugye lebukott, cigarettát csempészett, 11 ezer doboz cigit találtak a kocsijában, de hát ő ott sem volt, vagy hát ott volt, de nem tudott róla. Ugye nagyon életszerű a magyarázat, az ukrán határon csempészte ugye ő a cigarettát a diplomata útlevelének felhasználásával. Tehát azt gondolom, hogy igen, szükség volna ezeknek a kivizsgálására. Aztán említhetnénk, hogy ne szaladjunk olyan messzire, én az ellenzéki pacsorokból, Szabó Tímeát is ugye illették már nem egyszer a CIA ügynökség vádjával, került már ő ilyen gyanúba, mint ahogy legutóbb pedig a Jobbik elnökét, Gyöngyösi Mártont illette és nevezte CIA ügynöknek, ugye a Jobbik utolsó 56-os hőse, vagy hát most már kitették a szűrét, távozott Murányi Levente, mindenesetre legutóbb ő nevezte ugye CIA ügynöknek Gyöngyösi Mártont a Jobbik jelenlegi elnökét. Tehát sokakkal kapcsolatban fölmerült már az idegen érdekek elképesztő mértékű kiszolgálása, vagy itt van például Márki-Zay Péter eset, azért egy utolsó példát hadd mondjunk, hiszen az ő külföldi állampolgársága, az ő kettős állampolgársága csak az előválasztás után, a miniszterelnök jelölté választása után derült ki, tehát eltitkolta a választók elől gyakorlatilag az a más állampolgárságát, tehát ezt tisztán kellene látni, és azért pikáns is, hogy ő a magyar alaptörvényre, alkotmányra soha nem esküdött fel, csak a kanadaira. Ugye, hiszen beleszületett a magyar állampolgárságba, a kanadaira viszont felesküdött. Tehát ez kérdéseket vet fel, és ez a minimum, hogy ebben tisztán szeretnénk látni. Tehát az, hogy mi ezt a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség körébe sorolnánk, és amellett, ahogy kell nyilatkozni hozzátartozók neveiről is, úgy kelljen nyilatkozni az állampolgárságról is szerintünk, ez egy alapjavaslat. Ez egy már-már vállalhatatlanul mérsékelt javaslat egyébként szerintem. Mégis a Mi Hazánk álláspontja ez, ami mondjuk, hogyha az izraeli példát nézzük, ugye, ott nem csak nyilatkozni kell, hanem ha kiderül, hogy valakinek más állampolgársága van, akkor elveszíti, hát vagy az egyéb állampolgárságát, vagy a parlamenti mandátumát. Tehát a mi javaslatunk az meglehetősen mérsékelt, amelyik csak azt szeretné, hogy tisztán lehessen látni a képviselők esetleges egyéb állampolgárságával kapcsolatban. Tehát egyfajta kompromisszumos javaslatként terjesztjük ezt be most önöknek, tiszteletben tartva, hogy önök különböző CIA ügynököket és kettős állampolgárságokat megtűrnek a magyar politikában. Sajnos ezt tapasztalva, az erőviszonyokat figyelembe véve, most egyelőre csak azt követelnénk nagy tisztelettel, hogy az esetleges egyéb állampolgárság kapcsán legalább tisztán láthassanak a választók. És végül egy jogtechnikai problémára is felhívnám a figyelmet, hiszen a törvénymódosító javaslatban valamennyi módosítás kiegészítésként jelenik meg, anélkül, hogy legalább az ott megjelölt időponthoz kapcsolódóan a jelenleg hatályos rendelkezések hatályon kívül helyezését predesztinálná. Tehát azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban még lenne mit csiszolni a javaslaton, de ha csak az előbb említett két módosító javaslatunkat megfogadják, tehát a hozzátartozók vagyonnyilatkozat nyilvánosságát, hiszen egy vagyonközösségről beszélünk politikusok esetében, egy háztartásban élő hozzátartozók vagyonnyilatkozatának nyilvánosságát szeretnénk, valamint a képviselők esetleges más állampolgárságáról való kötelező nyilatkozattét. Tehát ez előre mozdíthatná az átláthatóságot, a politikus bűnözés visszaszorítását is. Köszönöm figyelmüket! Köszönöm, képviselő úr! Tisztelt országgyűlés, a vezérszónoki felszólások végére értünk, most 2 perces felszólások következnek, megadom a szót Nacsal Lőrinc képviselő úrnak, KDNP képviselőcsoport parancsol. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt Novák előtt képviselő úrnak. Hívnám fel arra a figyelmét, hogy ez egy DK-s tempó, tisztelt képviselő úr, amit ön csinál.
egy DK-s tempó, amit ön csinál, hiszen pontosan a DK az, aki például a határon túli állampolgárságot támadja, mivel mi megadtuk a határon túli magyar testvérének az állampolgárságot, ezért mi elvből nem tudjuk a kettős állampolgárság intézményét támadni. Ő most a szlovák meg az ukrán álláspontra helyezkedett, lelke rajta, lehet ilyet csinálni, nyugodtan. Ugye arra helyezkedett, hogy azt mondja, hogy pontosan azok a határon túli magyar testvéreink, akik például Erdélyben vagy a Vajdaságban élnek, ott ők román és magyar állampolgárok is. Ugye 2010-ben történt ez a törvénymódosítás, ami a nemzetegyesítést lehetővé tette. Gréci Zsolték azóta is támadják ezt, de ott pontosan onnantól kezdve, hogy a nemzetegyesítés megtörtént, mi elből nem tudjuk a kettős állampolgárság intézményét emiatt támadni. Kár, hogy a mi hazánk idáig jutott, ezt sajnálom. Másrészt a tisztelt képviselőnek szeretném felhívni a figyelmét, hogy van a felelős, a képviselői mandátumban felelősség is jár. Úgy kell kitölteni azt a vagyonnyilatkozatot, hogy az igaz legyen. Teljesen mindegy, hogy milyen formátum. Azt a röhelyt, amit az Európai Bizottság most eljátszik, hogy a sajátját nem ismeri el, de a milyenket jónak ítéli, amit önök a teljes baliberális ellenzékkel karöltve éveken át támadták a magyar vagyonnyilatkozati rendszert. Amikor lecseréltük az Európai Uniósra és részben a németre, akkor az Európai Unió volt az, aki azt mondta, hogy mégse ez kellene, a tietek mégis jobb volt, ami korábban volt. Hát most visszatérünk ide, szerintem ez egy kutyakomédia, de hogyha ez szükséges ehhez, mi állunk elébe, mint ahogy évek óta ott van a vagyonnyilatkozataink, aki régebb óta képviselő, régebb óta visszamenőleg ott van a honlapon, amiben például a képviselői laptopot is föl kell tüntetni, ezt ajánlanám a képviselő úrnak is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő. Megadom a szót Novák előtt képviselő úrnak, 2 percben parancsol. Köszönöm a szót, elnök úr. Nacsa Lőrinc ennél ügyesebben is szokott tudni csúsztatni, tehát egy kicsit kérem, hogy szedje össze magát. Mi már akkor működtettük például a kettősállampolgárság.hu honlapot a határon túli magyarok kettős állampolgárságnak megteremtése érdekében, amikor a Fidesz még egy fűszálat nem tett keresztbe annak érdekében, hogy meglegyen a kettős állampolgárság. Pedig voltak kétharmados szavazások még itt az MSZP-SZDSZ kormány alatt is, a többségében többségbe került igenek után, az MVSZ által kezdeményezett népszavazás után, tehát lett volna kötelezettsége, azt gondolom, az országgyűlésnek, hanem is jogi, de erkölcsi kötelezettsége már korábban azt a kettős állampolgárságot életbe léptetni, amiért a Fidesz sem tett semmit egészen a kormányra kerüléséig. Sajnos pedig különböző kétharmados szavazásoknál, például az EU alkotmány olvasatlan megszavazásakor szabhatta volna feltételül ezt természetesen. Ami pedig a vagyonnyilatkozattételhez kapcsolódó nyilatkozattételt illeti, ott bár lehetne akár kivételt is tenni természetesen a Kárpát-medencei magyarsága kapcsolatban, ha ön ezt szükségesnek tartja. Szerintem egyébként ez nem szükséges, tehát aki a magyar országgyűlésben a nemzet templomába jönne külhoni magyar, az szerintem vállalná természetesen azt, hogy ő neki van adott esetben erdélyi szülöttként román állampolgársága is, nincs ezzel kapcsolatban semmi titkolni való, és nyilvánvalóan a román, szlovák, ukrán hatóságok előtt sem lenne titok, ha valaki a magyar országgyűlésbe kerül az állampolgárai közül, hogy annak van magyar állampolgársága. Tehát azt gondolom, hogy ne próbálja itt a külhoni magyarságot uszítani ránk, mert nagyon jó a viszonyunk, és azt gondolom, hogy inkább az önök szégyene, hogy bár 2014-től a nemzetgyűlésnek is nevezhetnénk a magyar országgyűlés, mégsem tartották soha szükségesnek, hogy egy külhoni magyart is, egy igazi ott élő külhoni magyart is az országgyűlésbe juttassanak. Ehhez a legközelebb mi voltunk Popé Gyulával, aki majdnem a nemzet templomába jutott, akire ön általában mutogatni szokott, ugye, az egy Budapestre költözött erdélyi magyar, tehát azt gondolom, hogy valóban egyébként indokolt volna, és jó volna, hogyha a magyar országgyűlésnek külhoni magyarok is a tagjai volnának. Köszönöm szépen!